Köszönjük szépen ezt a nagyon színes és kedves előadást is. A következő előadónk Horváth Gáspár lesz. Az ő előadása Te is jössz a mi utcánkba. Jó szomszédi kapcsolatok a társadalmi és ökológiai fenntarthatóságért címet viseli. Gáspár felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte, ahol 2006-ban építészmérnökként diplomázott, majd ugyanígy menedzsmentet és vezetés szervezést is tanult. Sokrétű munkatapasztalattal rendelkező kreatív szakember, aki 2009 és 2011 között a Kohó Kulturális Egyesülettel rendezvényeket szervezett és az eseményeket dokumentálta. A miutcánk.hu-t 2013. novemberében hozták létre Szabó Dávid társalapítóval. A lokális és bizalomra építő közösségi hálózat tagjainak száma jelenleg 30 ezer fő. Hát, köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Sziasztok! Egy apró változás, hogy amikor ezt az anyagot átküldtük, akkor még 30 ezeren voltak a mi utcánkban, azóta már 35 ezeren használják. De akkor röviden elmondanám, hogy mi a mi utcánk.hu lokális közösségi oldalt csináljuk. És mindig megkapjuk azt a kérdést, hogy miért foglalkozunk ezzel, miért érdekes az, hogy legyen lokális közösségi oldalunk. Azzal szembesültem én is, a barátaim is, meg igazából mindenki, aki körbevesz minket így a városi közegben, hogy egyszerűen nem ismerjük azt a helyet, ahol lakunk, nem ismerjük a szomszédainkat. Ez egy apró történet, de 2 évig laktam egy albérletben, és az utolsó héten derült ki, hogy a szomszédunk tök jó fej, és hogy lehet, hogy kellett volna közösen, nem tudom, söröznünk, vagy egyáltalán csak kapcsolatba lépnünk. Úgyhogy ez volt a kiindulási pont. És akkor elkezdtük egy kicsit távolabbra is megnézni azt, hogy milyen általános tendenciák vannak a világban, és azt lehet látni, és sajnos elég lehangoló, hogy megszűntek, vagy legalábbis nagyon leredukálódtak az emberi kapcsolatok így a városokban. Tehát az emberek nem igazán köszönnek egymásnak, nem kopognak át a szomszédhoz, csak akkor, hogyha nagyon hangos a zene. És ez egyáltalán nem jó. Ez iszonyatosan nagy pazarlás. Emberi pazarlás, gazdasági pazarlás, és persze ökológiai pazarlás is, hogy nem használjuk azokat az erőforrásokat, azt a tudást, azokat az embereket, akik a közelünkben élnek. Úgyhogy ez nagyon rosszul hangzik, de szerencsére ennél sokkal jobb a helyzet, mert rengeteg olyan kezdeményezés van, és rengeteg olyan erő munkálkodik manapság, ami afelé viszi az embereket, hogy újból kialakuljon egyfajta közösség, újból elkezdjünk odafigyelni arra, hogy hogyan élünk, kikkel, mit csinálunk. És például ez az ökokör is egy fantasztikus ilyen kezdeményezés. Ezt most csak azért is emelem ki, mert hogy a mi utcánkon keresztül több ökokör is szerveződött. Szóval ez a jelenlegi helyzet, és akkor, hogy mi pontosan ez a mi utcánk, egy nagyon egyszerűen működő oldal. Hogyha valaki beregisztrál a lakcímével, azonnal látja azt, hogy kik laknak a közelében. A legközelebbi 100, 200, 300, 400, 500 embert látja, akiket gyalog egy 10 perces sétával el tud érni. Innentől kezdve, hogyha én kiírok egy üzenetet, mert szükségem van mondjuk sóra, szükségem van arra az információra, hogy hova lehet levinni a kutyát sétáltatni, hogy hol van egy közösségi komposztáló a közelben, akkor ezt kiírom, és ezt azonnal látják ezek az emberek. Ehhez kapcsolódik még az, hogy én direkt tudok információt váltani, tudok beszélgetni a szomszédaimmal, és ez egy kicsit akkor most elkezd hasonlítani a Facebookra, ami megint arról szól, hogy a valós kapcsolatok és a valós találkozások helyett az online térben élünk, viszont mi ezt szeretnénk megfordítani. Nekünk ez egy eszköz, ahol az emberek találkozhatnak, és utána mi ezzel azt akarjuk elérni, hogy igazi offline találkozások legyenek. És ezért választottam bonyolult prezentáció helyett ezt az egy fényképet, mert nagyon szépek a színei, és elképesztően jól leírja azt, amivel mi foglalkozunk most több mint egy éve, és ami a mi álmunk és célunk. A nyár során 4 különböző pikniket szerveztünk a városban mindenfelé, és a legnagyobb meglepetésünkre az első alkalommal több mint 1000 ember eljött, hogy találkozzon a szomszédaival. Ezeken a piknikeken mi semmit sem adtunk, csak annyit, hogy oda lemehetsz, ott megeheted a szendvicsedet, és találkozhatsz azokkal az emberekkel, akik a közeledben laknak. És ebből is láttuk azt, hogy azért nem teljesen reménytelen a helyzetünk, mert nagyon sok embert érdekel ez, és nagyon sokan eljönnek, és aztán egyre többen eljönnek, és biciklivel jönnek, kutyával jönnek, a szomszédjukkal, a rokonaikkal együtt jönnek. Úgyhogy hát
Ez a fénykép mutatja azt, amire mi a legbüszkébbek vagyunk, és amit elértünk egy év alatt. De azért persze ezt lehet még egy kicsit kibontani, tehát tényleg több mint 35 ezer ember most már úgy döntött, hogy szeretne szomszédolni, szeretne egy kicsit azon a helyen élni, ahol eddig csak lakott, és emellett több mint 9 ezer különböző kezdeményezés indult el. Tehát volt, aki talált pótnagymamát, volt, aki angoltanárt, volt, aki segítőket, akik felvitték neki a bútorokat, amikor költözött, tehát elindult egyfajta ilyen interakció. És hát ezzel mi törekszünk a fenntarthatóság felé több területen, ugye, ahogy ezt már mondtam, az egyik a társadalmi fenntarthatóság. Tehát beköltözünk valahova, cserélődnek a lakók, és szép lassan elfelejtődnek azok a hagyományok, azok a régi dolgok, amik valahol voltak. Magyarország egy nagyon különleges hely, mert minden konyhában van egy hűtőszekrény, vagy egy parafatábla, ami tele van ilyen kis cédulákkal, hogy kit kell felhívni akkor, hogyha valami baj van a gázzal, és hogy melyik redőnyszerelőhöz kell menni. Tehát vannak ezek az ilyen konzervált kis információ morzsák, amik mindenkinek ott vannak a konyhájában. De ha valaki beköltözik frissen egy lakásba, egy kerületbe, egy városba, akkor ő nem tudja, hogy honnan tudja ezeket megszerezni. És persze ezekhez a telefonszámokhoz mindig történetek is kapcsolódnak. Tehát mindig megvan az a történet, hogy igen, a Feri vízvezetékszerelő, amikor 87-ben átjött, és karácsonykor megjavította a lefolyót, akkor ez mennyire vicces volt, és nem tudom, hogy odaégett a pulyka. Tehát vannak ilyen történetek, és ezeket a történeteket, amik igazából a társadalmunkat meghatározzák, és amitől mi így létezünk, ezeket akarjuk átmenteni. Úgyhogy most éppen azon dolgozunk, hogy az oldalon belül kialakítsunk egy olyan adatbázist, ahol megjelennek helyszínek, tehát megjelennek azok a boltok, azok a fodrász és különböző szolgáltatók, akikhez lehet menni, viszont mindegyiket megpróbáljuk személyesíteni azzal, hogy az ott lakók viszik fel azt, hogy ott nekik milyen tapasztalatuk volt, mi az, amit javasolnak. És így lehetőséget kapnak azok a kisvállalkozók, azok a kis üzletek, akik máskülönben a média zajban elvesznének a nagy kereskedelmi láncok mellett. Ez a társadalmi fenntarthatóság része, illetve az, hogy össze tudjuk kapcsolni a különböző generációkat. Alapvetően ez egy eléggé szerteágazó probléma, hogy a különböző generációk el vannak szeperelve egymástól. Vannak a nyugdíjasok, vannak a 20 év alattiak, akik igazából csak úgy találkoznak, hogy akkor most kikinek adja át a helyét a buszon, és hogy ki hallgat hangosabban zenét, vagy ki az, akit ez jobban zavar. De hogy igazából nekünk össze kell fognunk, mert mi együtt tudunk egy egészséges társadalmat alkotni, mert vannak olyan tudások, olyan erőforrások, amik az idősebbeknél vannak meg, és vannak olyan információk, tudások, amik meg a fiatalabbaknál vannak meg, olyan képességek, tehát ebből fantasztikus cserék alakulhatnak ki, és alakulnak is ki a mi utcánkon keresztül, illetve attól függetlenül is. Tehát vannak, ahol olyan nyugdíjasok, akiknek nincsen unokájuk, elmennek valaki másnak a gyerekért az iskolába, cserébe esetleg egy szomszéd, vagy nem is cserébe, hanem ettől függetlenül egy másik szomszéd meg segít bevásárolni, vagy például a tudást át lehet adni. Tehát az oldalunkon keresztül is idős fizika professzor kezdett el korepetálni általános iskolás gyerekeket. Pusztán jó indulatból, azért, mert mindannyiunknak nagyon fontos, hogy hasznosnak érezzük magunkat a társadalomban. És hogyha el vagyunk zárva egymástól, mindenki ott van a saját lakásában, és esetleg nincsenek rokonai vagy barátai a közelben, akkor megszűnik ez a hasznosságérzés. És ha ez megszűnik, akkor lényegében rövid távon meg fog szűnni az életünk is. Ha viszont valaki hasznosnak tudja érezni magát, akkor lényegében örökké élhet. De ez a társadalmi vízió, ezt most egy az egybe persze még nem tudjuk megvalósítani, de efelé törekszünk. Emellett a másik része a mi utcánknak, illetve a céljainknak az, hogy ökológiailag is fenntartható világban éljünk. Rettentően sokat pazarlunk pénzt, időt, ezek igazából valamilyen szinten átválthatók egymásba azáltal, hogy kidobjuk azokat a tárgyainkat, amik nem kellenek. Ennek sok oka van. Az egyik az, hogy nem tudjuk, hogy ki az, akinek szüksége van rá. A másik az, hogy nagyon drága föladni egy apró hirdetést, és utána elszállítani valahova. Viszont teljesen biztos, hogy a közelünkben, vagy a legtöbb esetben a közelünkben van valaki, akinek ez a tárgyunk, eszközünk, tudásunk, ez még hasznos lehet. Ezt kell összekötni. Illetve a másik, amiről a téli eperevés kapcsán is szó esett, hogy
nagyon messziről gyűjtjük be azokat a dolgokat, amikre szükségünk van. Tehát azt hiszem, mindenki szembesült azzal, hogyha keresett egy jó szakembert, vagy mondjuk egy nyelvtanárt, akkor azért a város másik részébe át kellett utazni. Ami teljesen nonsens, mert Budapesten, illetve minden nagyvárosban, pár száz méteres körzetben biztos, hogy van egy angoltanár, biztos, hogy van egy ezermester, és biztos, hogy meg tudjuk oldani a napi teendőink, napi problémáink 90%-át. Úgyhogy ez az, amit mi szeretnénk összefogni. Aztán amiről még egy kicsit így szeretnék beszélni a végén, az az, hogy ez egy kezdeményezés, ahol ezek így alakulnak, ez egy platform, ahol ezek alakulnak, de igazából nekünk a legfontosabb az az, hogy e felé a célhoz közelebb jussunk. És ahogy ez sokszor már elhangzott, ez csak együtt sikerülhet, úgyhogy mi rengeteg olyan kezdeményezéssel, szervezettel vesszük fel a kapcsolatot, és továbbra is várjuk az ilyen kezdeményezéseket, akik szintén e felé, a cél felé törekszenek, hogy úgy éljünk egy városban, hát a mi utcánk az egyelőre egy városi műfaj, mert nagyon sok ember kell ahhoz, hogy ez jól működjön. A későbbiekben aztán ez valószínűleg el fog indulni, illetve már helyenként lehet látni, hogy elindult kisebb városokban, nagy falvakban, és aztán szép lassan, ahogy ez egyre tömegesebb lesz, és nem az emberek 1%-a lesz ebben felhasználó, hanem 10%-a, akkor ez el fog jutni ugye sokkal szélesebb környezetbe. Tehát keressük azokat a partnereket, azokat a kezdeményezéseket, akikkel tudunk együtt dolgozni, együtt gondolkozni. És csak az elmúlt egy hétről megtaláltuk az ajándékdoboz kezdeményezést, lehet, hogy ezt már így páran hallottátok is, aminek az a lényege, hogy az emberek leviszik a használt ruháikat, ez ott van egy szekrényben, egy konténerben az utcán, és ez bárki elviheti, akinek erre szüksége van. És ezen a példán szerintem nagyon jól lehet látni azt, hogy vannak ezek a tök jó kezdeményezések, viszont nem feltétlenül érik el az embereket, mert nem mindenki hall erről, vagy nem tudja, hogy hol van ez. És mi ezt tudjuk megvalósítani a mi utcánkon keresztül, hogy elhelyezzük a térben ezeket a gyűjtőpontokat, ezeket a kezdeményezéseket, és erről mindenki értesül, aki ott van a közelében. És amikor fölmegyek a honlapra, azt látom, hogy de jó, 650 méterre van egy ilyen gyűjtőpont, akkor oda elsétálok és leadom a cuccaimat. Vagy látom, hogy 200 méterre van egy közösségi kert, ahol a városban tudok olyan növényeket termeszteni magamnak, amiket máskülönben nem igazán lehet beszerezni. És tudok olyan elfoglaltságot találni magamnak, amikor kapcsolatba kerülök a földdel, az anyagokkal. Úgyhogy igazából én ennél sokkal többet nem akartam mondani, talán zárásként még annyit, hogy gyertek a mi utcánkba, és ismerjétek meg a szomszédaitokat. Köszönöm.